Szereted a rejtvényeket? Te vagy a következő Sherlock Holmes? Akkor figyelj jól, mert a következő hat detektív rejtély talán még rajtad is kifog. Bár ezeknek a rejtvényeknek nem feltétlenül van túl sok valóság alapjuk, egy kis attornának mindenképpen jók. Minden rejtvény után 10 másodperc gondolkodási időd lesz, de persze nyugodtan állítsd le a videót. Ha esetleg nem megy, megpróbálok egy kis segítséget adni, és utána láthatod a megoldást. Készen állsz? Bemelegítésnek lássunk valami könnyebbet. Ez a rejtvény elég népszerű, jó eséllyel már találkoztál is vele. Az ajtók. Tegyük fel, hogy elkövetsz valamilyen szörnyű dolgot, és a bíróság arra ítél, hogy be kell menned a következő három ajtó valamelyikén. Az első mögött lángok martalékává leszel, a második mögött néhány gyilkossal találod szembe magad, ha a harmadik ajtót választod, akkor pedig három oroszlán fogad, akik már hónapok óta nem ettek. Melyik ajtó a legjobb választás? A harmadik. Azok az oroszlánok már valószínűleg éjjel haltak. Jöhet a második? Jöjjön, Watson. A jegestea. Két nő együtt tölti a délutánt egy étteremben, mindketten jegesteát rendelnek. Egyikük annyira szomjas, hogy egyből három italt is elfogyaszt, miközben a másik még javában az elsőnél tart. Később az a nő, aki lassan ivott, meghal. Valaki mérget tett az italukba. De hogy lehet az, hogy az a nő, aki többet ivott, túlélte? Válasz, a méreg a jégben volt. Harmadik. A kazetta. A nyomozók egy halott embert találtak, az egyik kezében egy fegyverrel, a másikban egy régi kazettás felvevővel. Azonnal megnyomják a lejátszás gombot és a következőket hallják. Nincs értelme tovább élnem, nem bírom tovább. Majd egy pisztolylövés és a felvételnek vége. Az egyik nyomozó egyből rájött, hogy valószínűleg nem öngyilkosságról van szó, hanem gyilkosságról. Honnan tudta? A válasz. Ha a férfi lelőtte magát, akkor kiállította le a felvételt és tekerte vissza a szalagot. Negyedik. A gazdag áldozat. Egy gazdag férfit egy vasárnap délelőtt meggyilkoltak a saját házában. Miután a rendőrség kiérkezett, kihallgatták a feleségét és a személyzetet, hogy hol voltak az eset időpontjában, akik a következő alibikkel álltak elő. A feleség aludt, az inas a fürdőszobát takarította, a kertész zöldségeket szerett a kertben, a szobalány kint volt, hogy bevigye az aznapi leveleket, a szakács a konyhában ebédet főzött. Nem sokkal később letartóztatják egyiküket. Ki volt az és honnan tudták, hogy ő tette? A szobalány. Vasárnap nincs posta. Ötös. A túra. Egy pár egy hegymászó túrára indult. Azonban sajnálatos módon csak a férj tért vissza a kirándulásból, a felesége meghalt. A férfi állítása szerint baleset történt, a nő megcsúszott és lezuhant egy szikláról. Néhány nappal később egy nyomozó letartóztatja a férfit, mondván: beszéltem az utazási ügynököddel, te ölted meg a feleségedet. Honnan tudta a nyomozó? Az ügynök elmondta, hogy a férfi csak magának vett retúrjegyet, a feleségének nem. Eddig hogy ment? Jöhet az utolsó? Előre szólok, hogy ez egy kicsit talán fárasztó lesz. Menjünk, nézzünk körül. A névtelen bejelentés. Egy névtelen telefonhívás után a rendőrség rajtaütést szervez egy házban, hogy elkapjanak egy feltételezett gyilkost. Nem sokat tudnak a bűnözőről, csupán annyit, hogy a házban tartózkodik és Johnnak hívják. A rendőrök a házban négy embert találnak. Egy informatikust, egy taxisofőrt, egy mérnököt és egy tűzoltót. Azonnal letartóztatják a tűzoltót, anélkül, hogy egy szót is szólnának. Honnan tudták ennyire biztosan, hogy kit keresnek?
Csak a tűzoltó volt férfi, a többiek mind nők voltak. A hatból hány rejtvényt sikerült megoldanod? Írd le kommentben, valamint azt is, hogy szeretnél-e még hasonló.